A mi remek formánk három mérkőzéses győzelmi sorozatból nem. Csépa 3-1, Újszász 2-1, Jászárok szállás 1-0. Ezt lenne szerencsés ma folytatni, rögtön meg is lehetett volna az első gól a 49. másodpercben, Orosz beadását azonban Kovács nem találta el. Dobos Sándor talán kezezés miatt ítélt jó 25 méterre a kaputól, szabadott a karcagiak javára. Harmadik perc, hamar is a labda mögött, de alig ha nem ez Szent Annaié lesz. A játékvezető kiméri a 9 méteres távolságot, a vonalon pedig Vince Gábor nagyon fölkészül, hát ezzel nem nagyon tudott volna mit tenni, ha kaput talál. Szerencsére egy jó fél méterrel azért Szent Annai a léc fölé tekert. Hosszú indítás, Feketének jönni kell a kapuból, rástartol a vendégek tízese is. Fekete rutinosan beengedi a 16-oson belülre faragó Viktor elől. Kupai. Most gyorsan fordulhatunk, nem rossz az a kiugratás, csak hát éppenséggel ezen a csúszós talajon ez így hosszúnak bizonyul. Székely nem érhette el. Orosz kap nagyon üresen labdát. Nem adja be, Daróczihoz további, tőle jöhet, előbb egy csel. Aztán vissza a feladóhoz. Erdei, ő meg rádurrantja. Egész jó kísérlet a 18. percbe lépve. Egy jó méterrel azért fölé lőtt. Erdei. Daróczi már fordul. Kovács kapja meg második szándékból. Ő rádurrantja. Vince nem merte fogni. Csúszik a labda, csúszik a kesztyű. Nagy védés volt azért ez így is. Szőke. Szőke. Szent Annai. Kovács. Erdei. Megvan a vállalkozó szellem, el is lőtte. Ebben már volt fantázia. Pattogott, csúszott a talajon. Egy kicsit azonban mellé ment. Tóth. Szent Annai, hát ez egy ilyen kungfu mozdulatra hajazó megoldás. Határozottan terítette le Tóthot, aki az elmúlt percekben többet volt a földön, mint talpon. Szabad így fogalmazni, hogy könnyen lehet ő a legjobb játékosa az ellenfélnek, akkor ne csodálkozzon, ha ilyen eszközökkel fogják a karcagiak. És hát halik, ha nem megszokta már a többi hétvégén is itt a megyében. Hosszú ideje nem voltunk már veszélyesek a Jász kíséri kapura. Ők pedig inkább itt a mi térfelünkön játszadoznak. Most Tóth megkeresi a lövőhelyzetet, és hatalmas keresztlécet lő. Csak addig kavargatott, amíg rá tudta tekerni. Fekete meg fölugrik és megpaskolja a kapufát. Hűtása volt most, jól segített rajta. Az eddigi legnagyobb helyzet a meccsen. Kihasználatlan marad. Figyelmeztető jel a karcagiaknak, hogy bizony, oda kell figyelni. Nem egy veszélytelen csapat ez a Jász kísér. Szász kapusát választja. Tóth lekezeli. Faragó kapja. Ő lőtte a második legtöbbet a Jász kíséri csapatban, 6-ot. Most jó labdát a Tóthnak, és nem pörög át. Ez is kapufa. Másfél percen belül kétszer találja el a Jász kísér a keresztlécet. Ez most egyébként öngól lett volna.
Nagy szerencséje volt ismét a miénknek. Nem veszük komolyan Faragót és Tótot időnként, hatalmas területeket adunk nekik. Daróczi oldalán most nagyon könnyedén mentek át. A Jász kísér, hogyha nem a karcagi térfélen áll, akkor 8 emberrel 25 méteren belül két sorba rendeződve gyakorlatilag teljesen ellehetetlenítik a karcagot. Remek taktikai húzás ez, még akkor is, ha nem látványos ez a foci. Lőni kell. Szívós Gergő lő is, a kapus pedig véd. Kovács. Szívós. Székely. Ráforogna, nem jön a segítség, egyedül kell megoldani. Jó 2-3 méterrel mellé durrant. Igazán erőse volt benne. Ennél azért Dávidtól jobb lövéseket szoktunk látni. Szívós nem teszi Szent Annainak. Az első kékmezeshez viszont oda passzolja. Szent Annai ellövi. Legalább távoli kísérlet, még akkor is, ha nem talált kaput. Sokszor azonban az vehető észre a karcagiaknál, hogy bizony hangos kiabálások, egymással veszekedés, egymás meg nem értése. Ez nem volt jellemző az eddigiekben. Láthatóan frusztrált a csapat. Terék. Megcsúszott, de állva maradt. Erdei rálövi, és kis hián egy káprázatos gólt ragaszt. A bal felső sarokban nagyot véd a kapus. Ott van még a helyzet, Székely azon, Terjék volt az elnézést, nem tudja gólra váltani. Erdei. Megint ott van előtte, hamar, szerencsével ugyan, de elé kerül. Terjék eltöri, aztán pedig úgy néz ki, hogy végérvényesen sikerült Drávuc Viktornak felszabadítani. Túloldalon gyötrik egymást a csapatok. A karcagé a dobás. Megint egy távoli bomba. Remek lövés Szívós Gergőtől, nem sokkal ment mellé. Igen, látványos volt ismét, ahogy repült a kapus. Lehet, hogy akár ezt is hárította volna. Faragó. Hatalmas versenyfutás Daróczival, meg kell azonban álljon a vonal előtt. És nem sikerül kötényt adni a Daróczinak, a lába mellett sem tudta elhúzni. Szép a labda kihozatal, eladjuk azonban. Két karcagi is rácsap a labdára, így már Terjék húzhatja meg a jobb szélen. Nem tudják fölrúgni sem, most a passz, nagy helyzet, Kupai mellé lövi. Hát még ennél is nagyobb sansz kell a karcagnak. Egészen hihetetlen helyzet maradt ki. Terjék, Daróczi, Kupai, lesz-e vajon még akkora lehetőségünk, mint az ő kísérleténél? Székely, ő is kapufát lő! Daróczi. Szabó hatalmas sprintet vág ki, és sikerül a vonal előtt még maga elé tenni. Hamar érkezik, most a beadás. Mindenki előtt elmegy. Egyedül Tóth volt a 16-oson belül, de majd nem a karcagi térfélen is nyász kíséri játékos. Jó a megkerülős csel, azonban egy apró szabálytalanság. Terjéké a dicséret, nem ismerte elveszett labdát. És szinte az alapvonalról jöhetünk majd pontrugással.
Szent Annai kocog. Ő jön, ő érkezik. Ismét ő kanyarint majd középre. Percben járunk. Szent Annai szabadrugás, nem veszélytelen. A kapu torkából nagyon rossz irányba fejelünk. Szent Annai. Jó beadás, ezt is sikerül a kapu irányából valahogy a mezőnybe visszapasszolni. Erdei teljesen benyomjuk a jász kísért a második fél időben a kapuja elé. Vince kezéből pedig nem csúszik ki a labda. 77. perc, továbbra is 0-0 az állás. Ősszel ilyen tájban érkezett a Székely Dávid gól. Ma is jöhetne. Teljes sötétségbe borul a pálya. Kicsit késői ez a félötös kezdés most már a bajnokikra. A szövetség így döntött. Nagy. Tóth. Rádurrantja a kapu fölé. 3 meccs van még a bajnokságból átra. A Karcag előbb Tószeggel játszik idegenben, majd az utolsó hazai meccsen Kisújszállást fogadjuk. A bajnokságot pedig a Rákóczi falva otthonában zárjuk. A jászkísériek Szajollal, Csépával és Újszásszal játszanak még. Az első és az utolsó meccsük lesz hazai környezetben. Gyorsan elvégzett szabadrugás. Átívelés a hosszúra és a fejes kapu fölé. Annyit kiabáltak a pályára, hogy Tóthnak kell lejönni, de nem Tóth Zoltánnak, hanem Tóth Szabolcsnak. Egy másik Szabolcs a helyén, Kun Szabolcs, itt a Nagy Kunság fővárosában. Tóth és Faragó a labda mögött. Faragó lövi el. Csúnyán fölé bombázott. A karcagi csapat vezetőedzőjével, Orosz Istvánnal beszélgetünk. Hát a múlt heti bravúr győzelem után ma csak egy pontot sikerült szerezni, igen, viszontagságos időjárás körülmények között. Hogy értékeled a találkozót? Hát azt mondom, hogy a mérkőzés alapján azt mondom, reális sajnos az X. Nagyon kevés helyzetet tudtunk kidolgozni. Ugyanez volt, mint múlt héten. Mi megleptük az ellenfelet múlt héten, mert visszaálltunk védekezni és kontrára rendezkedtünk be. És ugyanezt láttuk most a mai mérkőzésen, csak pont az ellentétjét, hogy az ellenfelünk beállt védekezni és abból próbált egy kontrákat indítani. Sajnos a felállt védelem ellen nem voltunk kreatívak, nem voltunk gyorsak, nem vállaltuk fel az egy az egy. Nem találtuk el a kapukat, és így sajnos nagyon kevés gólhelyzetünk adódott, és azzal se tudtunk élni. A második fél idő elején az első negyed óra úgy tűnt, hogy mintha nagyobb iramra kapcsoltunk volna. Ez mennyire volt tudatos, és hogyha az volt, akkor mi volt a visszaesés oka a folytatásban? Sajnos azt kell mondanom, hogy ez elkezdtük a mérkőzést, de látom, hogy negyed órások vagyunk. Megfogott ez a füllett párás idő, nem járunk edzésre, van 20 percünk, fél óránk, amikor tudunk futballozni, utána meg szenvedünk egész 70 percig, vagy 60 percig. Ezt mondtam a fiúkba is a fél időben, én hiába kérek, erőlét nélkül, edzés nélkül nem fogjuk teljesíteni. Örülünk, hogy a pályán vagyunk, örülünk, hogy vonzoljunk magunkat a pályán, még hogy utána még gondolkozzunk is, meg még a labdával is foglalkozzunk, ez nagyon jó erőállapotban kellene lennünk. Sajnos nagyon gyenge erőállapotban vagyunk, több mint a csapatnak a fele nem tud járni edzésre. A fiatalok sajnos ők se úgy állnak hozzá, hogy kellene. Ez van. Orosz Istvánnak köszönjük szépen, és hát azért gratulálunk a mai egy ponthoz. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. A
A folytatásban a JASZ kísér megbízott edzője, Kozma Zoltán értékeli a találkozót. Hát gratulálok az egy ponthoz. Ön hogy érzi, inkább nyertek egyet, vagy veszítettek kettőt? Köszönjük szépen a gratulációt. Úgy gondolom, hogy nyertünk egy pontot, nem veszítettünk semmiképp. Egy nagyon jó képességű hazai csapattal találtuk magunkat szembe. A játékképe alapján úgy gondolom, hogy a egy pontra rászolgált a csapatunk, és ezzel a győzelemmel szeretnék gratulálni a csapat tényleges mesterének, Csillik Feri bácsinak. Ugyanis ma egy ünnepség keretén belül vehette át a JASZ kísérő legnagyobb díjat, JASZ kísérő városért díjat. Úgyhogy a srácok mindent megtettek, hogy ezzel is hozzájáruljunk az ő örömének. Nagyon stabilan sikerült focizni a mérkőzés egész alatt, a kontrák pedig igazi veszélyt jelentettek, az első félidőben két kapufát is szerzett a csapat. Ez jellemző a középmezőnyi státuszból, arra következtek az egész szezonra. Elégedettek az idei bajnoksággal, JASZ kísérem? Igen, elégedettek vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy a kitűzött célt bőven túl teljesítettük, és még szeretnénk meglepetés eredményeket okozni a bajnokság során. Nagyon szimpatikus, hogy gyakorlatilag csupa helyi fiatallal tölti föl a JASZ kísér a saját keretét. Ezt a jövőben is szeretnék előtérbe helyezni? Így van, nagyon sok tehetséges fiatal játékosunk van, teljesen a Bozsikból a serdülő, illetve az ifjúsági csapatig, bár az ifjúsági csapatunk most nem úgy muzsikál, ahogy az előtti években. Hál' Istennek a fiatalok nagyon szeretik a futballt JASZ kísérőn, ugyanúgy szeretik természetesen több városba is, ugye nálunk körülbelül olyan nagyon kicsi lélekszámú kisvárosunk van, és ahhoz képest azt mondom, hogy iszonyatosan nagyon jó kis csapatunk van, és tényleg egyetlen egy vidéki játékos van a keretünkben. Köszönjük szépen és gratulálunk az egy ponthoz, a következő hetekre pedig további jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, én is gratulálok Karcak csapatának. Köszönjük.